Milyen előítéletek, sztereotípiák, konspirációs elméletek érhetők tetten abban, ahogy a heteroszexuális többség látja a meleg kisebbséget? Erről lesz szó a következő percekben. Kustán Magyari Attila újságírót, publicistát köszöntöm. Szervusz! Szervusz! Kezdjük talán azzal, hogy mi is a Conteo. Hogyan áll össze egy konspirációs elmélet? Az összeesküvés elméleteknek három fő feltétele van, tehát ahhoz, hogy egy összeesküvésről beszélhessünk. Az első az egy szervezett csoport, nyilvánvalóan, hogy szükség van arra, hogy valakik összeesküdjenek. A második az egy titkos tevékenység, itt az a fontos, hogy a tevékenység az ugye valóban a színfalak mögött történjen, a harmadik pedig az egy bűnös cél. Most arra vannak viták, hogy a cél bűnös kell-e legyen vagy sem, de mindenképpen egy olyan célt kitűzés kell legyen, ami azért többnyire a társadalom ellen készül, legalábbis az összeesküvés elméletek hívei szerint. Minek, kiknek a vonatkozásában fogalmazódnak meg a legtöbb alkalommal ezek az elméletek? Hogyha nagyon általánosítok, és még nem mondok neveket vagy csoportokat, akkor azt mondom, hogy az idegen ellen, tehát az olyanok ellen, akiket nem ismerünk, és nyilván ilyenek a melegek, de általában a zsidók az egyik ilyen fő célpont, mert őket tartják erre képes erős aktornak. De például a romákkal szemben nem nagyon vannak ilyen összeesküvés elméletek, mert őket meg tipikusan gyengének és inaktívnak tartják ahhoz, hogy mondjuk össze tudnának esküdni. Tehát mindenképpen erősnek kell lenni ahhoz, hogy legalábbis azt kell higgyék, hogy erős szereplőkről van szó. És az idegenséggel, a mássággal szemben általában visszafogottak vagyunk minimálisan, de inkább elítélőek vagy repulzívak? Ki ahogyan, de hát azt hiszem, hogy itt van egy változás. Mondjuk, hogyha nyugatról megyünk keletre, akkor ez így fokozatosan változik, de mi abban az áldott állapotban vagyunk, ugye, hogy a periférián vagyunk, így mindig ilyen kiszámíthatatlan valahol a nyugat és a kelet között, hogy már van Pride, de még azért eldugják város szélére, még csak két városban van, még nagyon sok csúnya komment érkezik, tehát valahogy így azt hiszem, hogy a félúton lehetünk. Tehát a meleg közösség is ismeretlen számunkra, mert hogy nem beszéltünk róla eddig. És akkor feltételezi az, vagy most nem tudom, nem akarok így sem első szemében beszélni, de hogy akik az előítéleteket és hát nem is sztereotípiákat, de egyenesen konspirációs elméleteket gyártanak, akkor azt feltételezik, hogy valami titkos céljuk van. Igen, ezt valahogy nem tudják elképzelni, hogy van egy csoport, amelyiknek vannak céljai, akik, tehát, és ezek láthatók is. Tehát az egyik tehát hogy azt akarom mondani, hogy a konspirációs elméleteket ugye valaki kitalálják. Itt nyilván beszéltünk arról, hogy vannak fentről érkező, vagy ilyen szakértőktől, idézőjeles szakértőktől érkező konteók. Tehát ezeket az ötleteket, hogy Soros pénzelte, hogy a zsidók finanszírozták, meg a szabadkőművesek, meg a nem tudom kik, a kolozsvári Pride-ot, ezt néhányan bedobják ezt az ötletet, és aztán sokan felkarolják, meg nyilván akik mondjuk az erdélyi magyar szférába bedobják, azok is külföldről, tehát hogy külső forrásokból. Tehát ez egy minta, amit alkalmazunk. Amikor van egy tüntetés, akkor és ezt láttuk bukaresti kormány ellenes tüntetéseken is, ugye, kiderült, hogy még a kutyákat is finanszírozta Soros. Tehát ez egy nagyon jó eszköz arra, hogy delegitimáljunk csoportokat. Azt valahogy nem tudjuk elképzelni, hogy ezek az általunk ismeretlen melegek, ezek így tényleg így, mint a 800-an így kimentek, és azért, mert ott akartak lenni melegek, és őket támogatók. Hanem mert valamilyen céljuk van, de egyébként akik ezeket a konteókat gyártják, egy bizonyos érdek mentén teszik is egy bizonyos célkitűzéssel? Én azt gondolom, hogy egyesek igen, egyesek meg nem. Tehát, hogy mi most nem kell abba a hibába essünk, hogy ők meg összeesküdtek, hogy összeesküvés elméleteket gyártsanak, ha bár valószínűleg, hogy ez nem is egy olyan valószínűtlen dolog. Én azt gondolom, hogy vannak, akik szándékosan használnak összeesküvés elméleteket arra, hogy delegitimáljanak különböző, hát mint például, amit említettem, igen, ez a bukaresti kormány ellenes tüntetés. Tehát az mindig egy nagyon jó fegyver, hogy azt mondjuk, hogy végül is nem is az a céljuk, amit elmondanak, hanem még több, vagy valami más. És ez egy elég veszélyes dolog, mert így például akár egy, és veszélyes a magyarság részére is, hogyha mondjuk egy autonómia tüntetésről azt mondják, hogy ez Soros pénzelte, akkor így mindenki, aki ott felvonult, az meg fog döbbenni, hogy tényleg? Akkor meg miért nem jött a számlámra a pénz?
meg én miért nem tudok róla, pedig hát ott voltam. Nagyon érdekes. Mondjuk esetleg a hiányos tudás mellett a mássággal és az idegenséggel szemben érzett félelemnek milyen szerepe van még egy ilyen elméletnek a kikerekítésében? Vissza kell kérdezzek, hogy érted, hogy milyen szerepe vagy? Tehát, hogy van esetleg az, hogy a hiányos tájékozottság, uh-huh. és akkor a félelem a mássággal szemben azzal, amiről nem tudok semmit, mert hogy eleve így viszonyul az ember ahhoz, amit nem ismer. Én azt hiszem, ez a kettő erősíti egymást tulajdonképpen, és az összeesküvés elméleteket általában ez a kettő erősíti. Egyszerűen nem ismerünk idegen csoportokat, és nem hisszük el azt mondjuk, hogy tényleg az a céljuk, amit ők elmondtak. Tehát van ez a tipikus érvelési hiba, ez a lejtő, vagy nem tudom, csúszós talaj, vagy hogy hívják ezt az érvelési hibát, hogy azt mondjuk, hogy ha mi most megengedjük a melegeknek, hogy összeházasodjanak, akkor legközelebb be fogják hurcolni a lovat az S2 terembe, és őt akarják elvenni feleségül, meg a vasalót melléje. És ez ugye nem egy túl jó érv, meg megint csak visszacsatolok, hát az erdélyi magyarságnak sem túl jó érv, mert akkor, hogyha megadjuk az autonómiát nekik, akkor legközelebb el akarják csatolni Ázsiát. Tehát, hogy ez így egy kicsit nekünk nem a legjobb eszköz, hogyha mi másokra kezdünk el mutogatni. Tehát eleve megvan egy előítélet, egyfajta hozzáállás, amiből könnyebben akkor elindulunk valamilyen irányban. Kicsit mesélj arról is, hogy a meleg közösséggel szemben milyen összeesküvés elméletek fogalmazódnak meg. Nagyon szép gyűjtésem van. Kezdjük néhány amerikaival, mert ezeket néztem ki magamnak. Itt tulajdonképpen a 70-es évektől beszéltünk a meleg lobby vagy a bársony maffia kifejezésről, ami kifejezetten az akkoriban fellendülő meleg aktivistáknak a tevékenységét hivatott ugye aláásni. És hát itt voltak ugye ilyen, tehát például pedofiliával kötik össze a melegeknek a törekvéseit. Tehát azt mondják, hogy aki meleg, az tulajdonképpen pedofil. És mondjuk erre voltak, és YouTube-on megnézhető propagandafilmek, amerikai propagandafilm 50-es, 60-as évekből, ahogyan bemutatják a gonosz meleg férfit, aki kisgyerekekre vadászik, és tipikusan ez az összemosás ennek a két jelenségnek. Volt egy republikánus politikus, aki azt mondta, hogy átnevelő táborokba akarják küldeni a melegek azokat, akik nem értenek egyet velünk. De hogy megnézzük a helyi példákat, én ezeket a tavalyi Pride után írt Facebookos, meg különböző portálokra írt kommentekből gyűjtöttem össze, és itt három csoportot különítettem el, az egyik az érv volt, hogy ezt külföldről szervezték. És azt írta például valaki, hogy ezeket jól megfizették, egy másat sem látok közöttük, ez a másat, ugye ez a meleg volna. Tehát azt feltételezi, hogy itt 800 heteroszexuális felvonult, és a melegek otthon ültek, vagy én nem tudom, mit csináltak. Vagy azt írta valaki, és ez ilyen frappáns akar lenni, hogy ezek nagy része import deviáns, vagyis ugye ezeket nem tudom honnan küldték, Franciaországból feltételezem. Hát volt, aki azt írta, hogy például nagyon sokat tudott erről az esetről, mert azt vélte tudni, hogy ez egy külföldről működtetett mesterséges jelenség, komoly anyagi források állnak mögötte, és több száz bérelt aktivista van fizetve, és még azt is leírja, hogy teljes úti költséget fizettek, szállodát és étkezést. Ez én például előtte ebédeltem, senki nem fizette nekem, de hát lehet, hogy álmodtam közben. Meg azt is írta valaki például, hogy ezt nem egynemű párok szervezik, hanem az ideológusok. Ezzel is nyilván azt sejtetve, hogy itt valakik ráerőltet, mert van ez az érv, hogy a melegek nem is akarnak Pride-ot, meg nem is akarnak melegházasságot, ők tipikusan azok, akik a négy fal között akarják ezt csinálni, csak hát egyesek nyilván provokálják itt a tisztességes heteroszexuális családokat. Akkor nyilván felmerült az a kérdés, hogy de ki az, aki ezt az egészet szervezi, és hát nagyon meglepődtem, Soros György az, aki szervezi mindezt. Tehát visszajutunk Soros Györgyhöz. Igen, valahogy visszajutottunk hozzá. És volt egy harmadik kategória, ez a mi a céljuk a melegeknek, vagy az őket ugye egy irányba terelő Soros Györgyöknek. És itt hát például azt írja, hogy ugye valaki csak így felteszi a kérdést, hogy vajon mit akarhatnak azok, akik itt pénzelik a szervezőket, és azt írja, sétáltatják a gondolkodni képtelen embereket.
Illetve azt írja például valaki, hogy figyelemelterelés ez az egész Pride, tulajdonképpen arról, hogy alapvető elemi jogok sincsenek megoldva. Tehát ez a tipikus érvelés, hogy... Hogy akkor sok mindent ide lehet. Ne foglalkozzunk a melegekkel, mert az ovisoknak nincs meleg tejük. Igen. Ki lehet-e védeni ezeket valahogyan? Tehát, hogy terjednek, és utána beszéljünk egy kicsit arról is, bár már nincs sok időnk, hogy a közösségi média hogy hat ezekre az elméletekre? Arról sokat beszélnek, hogy a Facebook ilyen buborékokat alakít ki, ezért aztán mindenki oda jár, ahol jól érzi magát a Facebookon, de mondjuk úgy néz ki, hogy ezek a videók meg cikkek alatt azok járnak oda tipikusan, akik hergelni akarják saját magukat. Ez jó volna, mert akkor lehetne vitázni. Viszont én azt látom, hogy az ellentábor, mármint azok, akik a meleg jogokat komolyan veszik és felvállalják ezeknek a támogatását, ezek nagyon gyakran újjal mutogatnak a homofóbokra, vagy azokra, akik ezt az egészet nem fogadják el, és ez probléma, mert ha mi is elkezdünk címkézni, akkor ők ezt a címkét magukra vállalják, és megerősíti őket abban, amit gondolnak, és eleve árkotásunk egymás között, és pontosan a párbeszéd lehetőségét szüntetik meg. Ezt én is el szoktam követni ezt a hibát, meg nagyon sokan, ahogy látom. Mert hogy eljut a diskurzus egy olyan pontra, ahonnan érdemben nem lehet ezt tovább folytatni. Ezen is gondolkoztam, hogy eleve azzal, hogy fölvetünk egy ilyen témát, és beszélünk róla itt a stúdióban, akkor ezt valaki lobbinak tekintheti, meleg lobbinak? Persze, de hát az is nem. Hát beszélünk arról, amit kevésbé ismerünk, és valahogy próbálunk teret adni annak, hogy akkor... De gyanús. De gyanús, gyanúsakká váló. Minden gyanús, ami erről szól. Le lehet-e építeni ezeket az elméleteket? Én azt hiszem, le lehet-e, ez viszont meg kell ismerni azokat, akik nem a mi oldalunkon állnak. Tehát meg kell érteni azt, hogy miért ilyenek. Tehát én magam is homofób voltam, és ebből úgy jöttem ki, hogy utána olvastam például. Meg lassan ugye megismertem melegeket, mert hát akarva akaratlanul, ahogy ezek a dolgok könnyebbé válnak számukra, úgy ők is könnyebben előjönnek. És ahogy megismertem őket, és ahogy elolvastam egy-két könyvet, meg cikkeket, meg érveket, úgy lassan átálltam a másik oldalra abban az értelemben, hogy most már nem vagyok homofób, és megérteni vélem azt, hogy nekik ez miért fontos. Akkor talán zárjuk azzal, hogy a tájékozottság lehet egy járható út ebben a kérdésben, vagy bármivel kapcsolatban, amellyel szemben előítéleteink vannak, vagy kétségeink, és hogy hát csak is az, ha pótoljuk a tudásunkat valamivel kapcsolatban, akkor valószínűleg, hogy racionális gondolkodással kivéthetjük azokat a sztereotípiákat, azokat a konspirációs elméleteket, amelyek azért nagyon félrevezetőek tudnak lenni. Kustár Magyari Attila, köszönöm szépen, hogy itt voltál. Köszönöm én is. We'll be right back.